Hollósi Frigyes 17 éven át játszott a kőszegi Várszínház színpadán, halála után díjat alapítottak a tiszteletére. Az elismerést olyan színművésznek adják, aki a közönség szerint kiemelkedő alakítást nyújt a teátrum színpadán. Az első díjazott a Szent Ivár Néi Álom szereplői közül került ki, Takács Katalin vehette át az elismerést, aki Puk szerepében nyerte el a nézők tetszését. A díjat Póca Zoltán, a kőszegi Várszínház igazgatója közösen adta át Hollósi Frigyes lányával, Hollósi Katával.